7 év NB2-es szereplés után lépett egy osztállyal feljebb a Nyikse, amely a nyitófordulóban az NB1B zöldcsoport meghatározó csapatának számító Vásárhelyi Kossársulit fogadta. Az első negyedben ragaszkodtak egymáshoz a felek, 10 perc játék után egy ponttal vezettek a vendégek. A folytatásban hullámvölgybe került a hazai csapat, a második negyedben mindössze 6 pontot szereztek a nyíregyháziak, így a nagy szünetre 21-34-es állásnál vonulhattak le a játékosok. Fordulás után egy 10-0-ás rohammal kezdett a Vásárhely, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A hátralévő időben már kiegyenlítettebb volt a játék, de a hazaiaknak nem igazán sikerült közelebb kerülni ellenfelükhöz, így végül 14 pontos vásárhelyi győzelemmel zárult a találkozó. Látszik, hogy tavaly pár szezon NB2-ben játszottunk, ami teljesen más minőség, minden. És ez a vásárhelyi csapat már rutinos, már néhány év játszott ez az osztály, már piros csapat is be volt, és nálunk kell idő, több idő, most látom, hogy több idő kell, és munka. És még mindig szerintem, hogy ez a nyeres, kaptunk 61 pont, ez jó védekezés, ez a meccs otthon kell nyerni. Csak nem tudom, vagy nyomás volt, vagy én próbáltam, vagy nem, én nem csináltam elég jó munka, hogy próbáltam, hogy nem lesz a nyomás a játékosok, mert első meccs magasabb liga, lehet nekem kell többet dolgozni mentális, vagy valami, mert nem tudtam dobni, nagyon jó hely volt nálunk, palankalát kívül is, semmi nem tudtunk bedobni. A vendégek edzője szerint a viszonylag nagy pontkülönbség ellenére meg kellett küzdeniük a győzelemért. Nehézre sikeredett az első mérkőzés, az eredmény igazán nem tükrözi a meccs alakulását. Olyan csapat ellen játszottunk, amelyik most jutott fel. Ilyen csapat ellen nem egyszerű, nagy bennük a bizonyítási vágy. A védekezésünk stabil volt és gyorsak voltak a támadásaink. A hazaiak legeredményesebb játékosa a 14 pontos szerző és mellette 12 lepattanót begyűjtő Gáspár Balázs volt, aki 40 percet töltött a pályán. Újoncként nehéz szezon megkezdeni, egy osztályra feljebb, főleg az, hogy mentálisan hogy kell hozzáállni a srácok, meg az egész csapat részéről. Hozzá kell szokni, első meccs volt, még messze van a szezon vége, próbálunk győzni, minél többet megnyerni a meccsekből. Gratulálok a Vásárhelynek, mert egyértelműen ügyesebbek voltak, jobbak voltak. A nyíregyházi nevelési Pavlovicsuk 9 ponttal vette ki részét a hódmezővásárhelyi győzelemből. Nehéz mérkőzésre számítottunk, nem tudtuk, hogy a Nyíregyháza milyen kerettel fog játszani, és milyen szerkezettel. Az első fél idő érdekesre sikerült, nagyon kevés pontos volt, de úgy gondolom, hogy ebből utána végül mi tudtunk jól kijönni. A forduló további eredményei a következők: Dunaharaszt is Mac 58-93, Győr Meavs Miskolc 87-78, Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Pénzügyőr 79-61 és Tiszaújváros Budafok 56-61. A Nyikse pénteken Tiszaújvárosban lép pályára.